más címét, miközben Gáza után szólítottam. A Kerekes Sanyitól kaptam, és ő adta ezt a címet, hogy a KAP projektnek a tanulságai. Én ezt úgy fordítottam le magam számára, hogy a Sanyi azt üzente nekem, hogy nem kell ide már ilyen koncepció, meg történeti dolog, hanem inkább próbáljam összegyűjteni a elmúlt év azon morzsáit, szösszeneteit, ami esetleg tanulságos lehet a fenntarthatóság szempontjából is, hiszen a Kraft, ugye a fenntartható, a kreatív város, fenntartható vidék témakörébe tartozik. Én ilyen szellemben próbáltam lépegetni akkor, amikor gyűjtöttem az ezzel kapcsolatos történeket. Én magam ebben a Kraft dologban egy éve vagyok benne, durván, és valójában ekkor kezdtünk el valamiféle szisztematikus vizsgálódást, hiszen a koncepció, megfontolás, ez nyilván Miss Livetz Feri és Márkus kolléganőnek a munkái, amik hát tetten érhetők egy könyvbe, és a vezetéstudomány sokat citált cikkébe. De valójában a kulcsgondolat ez a szerzők szerinti hármas csavar. Önnek a problémája. Tudom azt, hogy már van negyedik elemi csavar is természetesen, de ha korrekt akarok lenni, akkor nyilván ebbe kapaszkodnék bele. Amire csináltunk egy vizsgálatot, mert ugye elég kicsinek tűnik a három karika, legalábbis rajzban közös része, úgyhogy megnéztük, hogy valójában ez a kulcsgondolat, hogy ez együttműködés, szövetség, ugye? Stratégiai szövetségszerű dolog, hogy ez a három szereplő összeadja az erősségeit. Hát kézenfekvő volt, hogy akkor nézzük meg a Pannon városoknak a szövetségét. Ez egy létező képződmény. A tagok keletről nyugatra Tata, Veszprém, Pápa, Keszthely, Kőszeg, Zalaegerszeg, Nagykanizsa. Ugye ők egy ilyen szövetséget vállaltak, az volt az induló hipotézis ezzel kapcsolatosan, hogy itt biztos találunk valami erős pluszt, ami hát egy nagyon jó stratégiai kiinduló pont is, meg hát egyébként mindenki hát szereti a sikert, még akkor is, ha nem nagyon vajra be. Ennek a vizsgálatnak körülbelül ez volt a módszertana, és tisztesség úgy kívánja, hogy Kaszás Nikoletta nevét megemlítsem, hiszen a következő néhány szlájd erejéig azért a ő munkásságából merítenék. Itt két dologról szeretnék majd szólni. Csináltunk ezekben a Pannonváros szövetségében lévő városoknál egy dokumentum tartalomelemzést, meg csináltunk struktúrált interjúkat meghatározott személyiségekkel, polgármesterektől egészen a kulturális intézmények vezetőiig. Ebből fogok most bemutatni néhány szösszenetet, hogy tudjuk minősíteni, hogy valójában itt milyen mértékű Miszlivet szerint a kraftosodás a Pannonvárosok szövetségében. Hát a dokumentum elemzésnél erre a két dokumentumra támaszkodtunk. Valójában a településfejlesztési koncepció kivételével minden dokumentum rendelkezésre áll, mind a hét Pannonváros szövetségénél, tehát viszonylag konzisztens ez. Ezekből a szempontokból néztük meg ezt a hét várost, ugye, hogy milyen ezen szempontok szerint, hol van ez a dolog kidolgozva, hol merül fel említés szintjén, illetve hát nincsen nyoma ezekben a dokumentumokban ezeknek a gondolatoknak. Mi ezeket egyébként együttműködésre jellemző dolgoknak, illetve bizonyos hát kraftos megfontolások tettenérési tereteinek tekintettük ezeket a dolgokat. Ezt itt Keszthely város példáján mutatom be. Természetesen ezeket megcsináltuk a
többi városra is. Tehát a dokumentum elemzésnek ez volt a kvalitatív verziója. Megnéztük a dokumentumokat kvantitatív szempontból is, kerestük ezekben a dokumentumokban, és nyilván szó- és kifejezés elemzést végeztünk. Kerestük azokat a szavakat, kifejezéseket, amelyek az együttműködésre, ilyen közös szereplés, felelősség vállalása, vagy egyáltalán a kraftos gondolatoknak a visszatükröződését jelentették. Hát ezt most bemutatnám négy városra, ezeket a diagramokat. Azért négy városra, mert ráadásul ebben a négy városban az is közös, hogy a Pannon Egyetemnek van ott kampusza. Tehát mindjárt ebből a hármas csavarból ugye két karika eleve tetten érhető ezekbe a városokba, hogy tovább javítsam a sikeresét és a pozitív tapasztalást. Hát tessék megnézni, valójában biztos, hogy a nyertes és gyors előrehajtás a többi esetben is mindig ez volt a nyertes. Ez az egyik következtetés, hogy valójában a térség, a város vonzás körzete, agglomeráció, ez az, ami a leggyakrabban előforduló kategória ezekben a értelmezésem szerint stratégiai dokumentumokban. És tessék megnézni, szövetség két alkalommal, a másiknál is kettő, a harmadiknál három, a negyediknél meg egy. Tehát átlag kettő. Nagyon-nagyon érdemes azon elgondolkodni, hogy ennek ezt a szövetséget mi tartja össze ezek után. Nyilván, akik erről többet tudnak, be is fejezik ezt a gondolatot. Meglepően, hogy az életminőség, életszínvonal számossága viszonylag keveset kapott, ugyanakkor a fenntarthatóság, fenntartható dolog keszhelyen, ez egy viszonylag támogatott gondolat volt. Kőszeg. Még inkább erős ez a térség, agglomeráció dolog. Nyilván fenntarthatóság feljött itt az ezüstérmes posztra. Nyilván azért az elmúlt két-három év történései nagyon jótékony hatást váltottak ki ebben a kis településben. Hát aztán a együttműködés, közösségi kohézió, azt gondolom, hogy a kisvárosi jellemzők nagyon jól jöttek. És ami hát itt is nagyon negatívnak tartok én személy szerint, hogy a életminőség, életszínvonal ezekben a dokumentumokban nagyon ritkán fordul elő. Nagykanizsa, itt azért szerényebbek a számosságok, mert ahogy korábban jeleztem, itt csak az egyik dokumentum állt rendelkezésre, hát ez a fejlesztési koncepció, ami nem kötelező erejű, nyilván ez nem állt rendelkezésre, hát meglepő, hogy életszínvonal nem, életminőség talán egyszer véletlenszerűen, de hát természetesen ugye, mint Nagykanizsa, egy ilyen relatív, definitív délzalai központ, a térség és agglomeráció az, ami itten leggyakrabban előfordul. És akkor tessék megnézni Veszprémet, szövetség szinte nem, életszínvonal, életminőség alig, fenntarthatóság, felsőoktatás szerepe, nyilván a mélyebb tradíciókkal való tekintettel gyakrabban előjön, és hát a közösség, kohézió dolog viszonylag gyakran hát kezd összeforni valami, azt is mondhatnám. Egy a korábban jelzett másik vizsgálat tapasztalatai, hogy a struktúrált interjúkból is valami. Itt valójában a sikertényezőket átvettük egy a nemzetközi szakirodalomban iránytadónak nevezhető cikkből, a Jandra Evének a cikkéből. Ezt azért tettük, mert később itt további városokra szeretnénk kiterjeszteni, és ha ezt átvesszük, akkor a nemzetközi összehasonlítása is lehetőségünk lehet a későbbiekben. Tehát ezeket átvettük a szakirodalomból. Tessék megnézni, hogy ez a vezetőkép.
tehát a városfejlesztését felelős vezetőké, igazgatók, vezérigazgatóknak az összegzett véleménye, a győztes a kölcsönös előnyök, a ezüstérmes a kölcsönös megértés, egymás iránti tisztelet, bizalom, és a bronzérmes, ugye ez a konzisztens vezetés, ahol hát a management leadership verziója, vagy értelmezése a domináns, amikor a helyi politika és szakember gárda kezében van azért a fontos dolgoknak a mozgatása. Hát ebből a vonulatból azt a következtetést, tanulságot lehetne talán levonni egy ilyen kiválasztott minta kapcsán, hogy azért az együttműködés ezen városok esetében sokkal inkább a vonzás közvetett településeire irányul, mintsem a hármas spirál partnerei irányába megnyilatkozó kezdeményezés lenne. Egy másik interjú sorozatunkból, hogy korrektek legyünk, ide teszem a kreativitásnak a gyűjteményét is, de közben az órámra nézek, és bevillan, hogy Hankist is nagyon sokan olvasták, ezek nagyon Hankisi kicsengésűek, kreatív város jellemzőit tekintve. Egy másik mondjuk ilyen tanulsággal járó felvillantás a Kraft projekt kapcsán, ugye a mérhetőség, a letapogathatóság feltételeinek a megteremtése, ami nyilván itt is, mint ahogy hallottuk a kollégáim korábbi előadásában is, ez egy nagyon sok szempontú dolog lehet, és mi is úgy látjuk, hogy lesz is. Talán a mi indexünk annyiban más megközelítésű, minden korábbi szakirodalomból ismert, akár Green City, akár okos városos, hát mondjuk kritériumrendszertől, hogy mi a alapvető koncepciót magunkévá téve alapvetően mi potenciálokat szeretnénk mérni, és ezt a három potenciált, a társadalmi, hálózati, a fenntarthatósági és a kreativitási innovációs potenciált szeretnénk letapogatni, és úgy gondoljuk, hogy ezt a 8 területet vizsgáljuk. Hát ezzel a három potenciált ezen a 8 területen fogjuk tudni tetten érni. Ennek a gondolkodásnak nyilván temének előzménye van, nagyon sok modellt megnéztünk ezzel kapcsolatosan, és jelenlévő kollégáim is talán egyetértenek abban, hogy a kiinduló pontot, ha jól emlékszem, a Winnipegi modell jelentette, és ez a 8 terület, aminek a letapogatásába belekezdtünk. Mi egy ilyen tartalmi megközelítésben gondolkodunk. Először talán erről szólnék néhány mondatot, és azt is elmondanám, hogy hol tartunk ebben a dologban. Hard és soft jellegű indikátorokkal próbáljuk mérni majd a Kraft potenciálokat. Hard jellegűnek neveztük el mi azokat, amelyek valamilyen adatbázisban megtalálhatók. Nyilván áttekintettük mi is a KSH-t, az egészségügyi pénztár adatbázisai, és így tovább. Vagy ezekből az adatsokaságokból bizonyos adatbányászati eszközökkel kinyerhetők. Tehát vagy rendelkezésre állnak, vagy kibányázhatók. Softnak pedig azokat az indikátorokat neveztük, amit hát ugye valamilyen módszerrel meg kell szereznünk. Itt kérdőívekben, struktúrált interjúkban és fókuszcsoportos elemzésekben gondolkodunk, és három vadászterületet tűztünk ki, lakossági, önkormányzati és a vállalkozói szféra. Nyilvánvalóan a hármas csavar jellegének megfelelően, és nyilvánvalóan
arra készülünk gondolatilag, lelkileg, hogy ezen a területen soft dominancia lesz, lehet. Ebben a tekintetben úgy állunk, hogy a lakossági kérdőív az összeállt, és hát közbeszerzés tárgya lesz ennek a lebonyolítása. Úgy különböző reprezentativitási megfontolások miatt Kőszegen egy 800, Nagykanizsán egy 1000, Veszprémben pedig egy 1200 elemű lakossági mintán fogjuk a lakosság dolgait letapogatni. A önkormányzati kérdőív az 80%-os állapotban van szerintem, a vállalati kérdőív az a rajtvonal utáni időszakban. Miért van ez a három kategória itt? Gondolkodásunk során a három kategóriát tartottuk célszerűnek. A core magindikátorok, ezt úgy is fogalmazhatnám, hogy talán a fontos és kötelező indikátorok. Ezeket jó lenne, ha rögzítenénk is. Itt tartunk a gondolkodásba, hiszen ez biztosítaná az összehasonlíthatóságot különböző városok esetében, hiszen ennek a rankinges felfogásnak Magyarországon azért van hozadéka, hiszen a bezzegek azok szokták motiválni az embereket. A második kategória a térség specifikus indikátorok, hiszen el tudom képzelni, hogy a Tiszazúrba, vagy a nyugati határ mentén esetleg más tényezők, más dolgok lehetnek a fontosak, illetve nem zárjuk ki ezt a harmadik csomagot sem, ugye, amikor adott esetben az adott város, térség az ő szempontjából fontos indikátorokat is elhelyezi. Természetesen e tekintetben azért bizonyos ajánlási kínálattal fogunk erre a dologra készülni. Valójában ide tettem ezt a térképet, hogy az volt az induló tervünk, hogy ezt a négy várost támadnánk meg. Egész egyszerűen az a magyarázata, hogy ebben a négy városban úgynevezett kraftpontokat is telepítettünk. Ezeknek a kraftpontoknak vannak koordinátorai, és nyilván ez azért nagyon jó katalizátor az ilyen beméréseknek a lefolytatásakor, hogy Keszthelyt nem említettem, annak az az oka, hogy egy kicsit tükörcsöntösé vált itt az együttműködés a kraftpont koordinátorral. És akkor egy harmadik szösszenet, amit még ide szeretnék tenni a tanulságoknak a kategóriájába. Két városunknál is felmerült ez az Európa kulturális fővárosa kérdéskör. Az egyik az talán közismert, hogy 2023-ban ismét lesz egy magyar város, Európa kulturális fővárosa, és hát a Pannon Városok Szövetsége városai közül Veszprém már ezt explicite is kifejezte, hogy ebben szeretne indulni. Illetve közvetetten ez Kőszeg kapcsán is felmerül, mert a Szlovén Lendva is szeretne pályázni, és hát keresi ehhez a partnereket, tehát a szerény érintettség Kőszeg esetében is rendelkezésre. Ezt az ábrát azért készítettük, hogy valójában megnézzük azt, hogy a Kraft koncepció és az Európa kulturális fővárosa pályázati kiírás, a pályázatban megfogalmazott megfontolások között van-e közös. És azért rajzoltuk valójában ezt a két nyilat ugyanabba az irányban, mert úgy láttuk, és nyilván alaposan tanulmányoztuk itt ezzel kapcsolatosan rendelkezés álló felhívást, írásos dokumentumot, sikeres pályázatokat átnéztünk szomszédországokba is, és valójában az a bruttó megállapításunk, hogy igen, ez a kraftos megközelítés, ez a kraftos gondolkodás, ez támogatja a pályázatra való felkészülést is, és utána pedig a
elnyert pályázat sikeres megvalósítását is, hiszen nagyon fontos, ebből a szempontból nagyon domináns elemek szinte teljesen fedésben vannak, ilyen például a kultúra és a kulturális dolgok. Közben néztem az órára, meg hát elnöki példamutatás, úgyhogy csapok is a végére. Egy ilyen személyes eredmény latolgatás, ugye, hogy mik a tanulságai ennek a dolognak. Nagyon bonyolultnak érzem én ezt a kérdést, hiszen olyan valójában a magyar kultúrában elég erősen bent lévő értékek, meggyőződések újragondolását igényeli ez a Kraft koncepció, ez a Kraft gondolkodás. Alapvetően zéró véges összegű játszmákhoz szoktunk hozzá. Ez meg egy win-win diles dolog, az együttműködés. Ezek azért látszólag sem édes testvérek a gondolkodást illetően. Én a siker, a Kraft koncepció sikerét abban látom, és ez egy ilyen személyes esély, körülmény latolgatásnak lehetne tekinteni, ha a Kraft képes a kritikus pontokon változtatni. Ez az együttműködési hajlandóság. Ez nagyon jól látszik ma már. A sikerül mágneshez, mágnesként magunkhoz vonzani az érintetteket. Hát lehet, hogy újra kell gondolni az érintetteknek a körét ehhez, hogy esetleg másokhoz kell nyúlni, mint akit megszoktunk e tekintetben, tehát a hatalmasságok helyett új hatalmasságokat, vagy stakeholder hatással bíró személyeket kell tudni találni. Ha megszületne valahol egy mikrokonszenzus, ugye, ahol aztán történik is valami, és lesz ennek a dolognak eredménye, én ezt azért tartanám fontosnak, mert nagyon bízok a kultúraváltásokban az úgynevezett vírusmenedzsment kategóriában. Hát ugye ez azért terjed akkor, és én erre nagyon alapoznék. Illetve lesz-e türelmünk, lesz-e elég energiánk arra, hogy ezt a eltérő nehéz első lépést megtegyük, a nulláról egy lépést, hiszen a egyről a kettő az mindig könnyebb ilyen nagy és bonyolult rendszerekben. Hát én ennyit akartam most kibeszélni magamból, ide a időkorlátokat is figyelembe. Köszönöm szépen!